Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Utasos sztorival jelentkezem nektek. Egy olyan utast vittem, akit már korábban is egy bolgár nemzetiségi úriember. A csávót úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon vidám, nagyon jó kedélyű, mondjuk úgy abszolút rendezett külsejű, meg hát olyan szállodába is vittem, kétszer vittem, egyszer a Hiltonba, utána, vagy előtte meg a Sofitelbe, tehát két olyan szállodáról beszélünk, ami az olyan nem rossz hely, de egy szerény csávó, tök normálisan el lehet vele beszélgetni bármiről, jól is beszél angolul, jobban, mint én, tehát igazából ez mondjuk nem olyan nehéz, szóval tök jól eldumálgatunk most is. Úgy kezdődött az egész sztori, hogy vittem befele a városba, ez még a választások előtt volt, és ugye rengeteg ugye plakát volt, és kérdezte, hogy ki ez az idős faszi. Mondom, kire gondolsz, mert akkor hirtelen nem láttam semmilyen plakátot. Azt mondja, hogy ő. És akkor mutat rá a Tarlós Istvános plakátra. Hát mondom, ő még jelenleg a polgármester, mondom, vasárnap lesznek a választások, és igazából jó esély van arra, hogy leváltsák. És akkor kérdezte, hogy szerintem jó polgármestere. Hát mondom, igazából mint emberrel úgy nincsen baj, polgármesternek már, úgy mondtam neki, hogy polgármesternek már öreg. És hát beszélgettünk így akkor így politikáról, meg ilyesmi, így nyilván ilyen felszésen érintőlegesen, és pont a választás napján mentem érte, reggeli órákban, illetve délelőtti órákban, és kérdezte, hogy voltam-e már szavazni. Mondom, voltam már szavazni. És akkor beszélgettünk még erről egy pár mondatot, és egyszer csak figyelj, ezen akadtam fel igazából. Megkérdezi, hogy mi a helyzet most ezzel a győri botránnyal. Én meg így, micsoda? Hát, hogy mi a helyzet most, mert ugye a polgármesternek ott volt valami. Mondom, és kérdeztem, te hol hallottál erről? Képzeljétek el, gyerekek, Bulgáriában is hír lett belőle, ami még hagyján, de egy barátom mesélte, hogy még a Washington Post is írt róla, tehát egy nagy amerikai újság, egy nagy amerikai lap is írt erről az egészről. És hát akkor beszélgettünk még erről is, hát mondom, igen, ott van egy kis Greenbus, elmondtam még, hogy ezen kívül egyébként milyen korrupciós ügyek vannak ott, valószínűleg amikről eddig egyébként így lehetett ugye hallani, amit úgymond ez az Ördög ügyvédje blog megírt. És akkor kérdezte, hogy akkor most ugye akkor nem indult a választáson ez az úriember. Hát mondom, de. Le volt döbbenve, hogy egy ekkora botrány után, amikor tényleg korrupciós ügy, ugye megcsalta az asszony, az persze lehet arra azt mondani, hogy az magánügy, az amúgy pont most menjünk el a Puskás stadion mellett, úgyhogy novemberben az urugvaiak ellen kezdünk majd. Szóval azt kérdezte, hogy akkor most ugye lemondott, mondtam, hogy nem, és akkor persze ugye mondom, ez magánügy valahol lesz, hogy megcsalta az asszony. Gyerek, az, hogy közpénzből finanszírozta ezeket a tituált lányokat, illetve a útjait, meg ez, az már megint más kérdés. Itt igazából a lényeg azok a földügyek, amik ott ugye korábban már napvilágra kerültek, ugye az Ördög ügyvédje blogon. És akkor mondtam neki, hogy hát nem, ő ugyanúgy elindul ezen a választáson, és mondom, teljesen ki volt ezen akadva. Mondta, hogy igazából ugye persze korrupció az mindenhol van, a politika az abszolút erről szól. Tehát egy nagyon, hogy mondjam, tehát jól látja a dolgokat a csávó, ettől függetlenül amúgy imádja Budapestet, és nagyon szereti, és képzeljétek el, ugye megtörtént a választás, mert mondta, mielőtt kiszállt, hogy figyelni fogja majd a híreket, tehát hogy ki lett az új főpolgármester, és képzeljétek el, kedden, de lehet, hogy hétfőn, már nem emlékszem pontosan, jött tőle egy e-mail, amiben gratulál, hogy új polgármestere van Budapestnek. Hát mondtam, hogy, mert ugye nyilván a beszélgetés közben kiderült, hogy nem Tarlós Istvánra fogok szavazni. És akkor mondta, hogy hát gratulál annak, hogy új polgármesterünk van. Én meg visszaértem neki, hogy köszi, és hát remélem, hogy ő majd jobban fogja kicsit menedzselni a várost, mint olyan Tarlós István tette. Erről is lesz majd egyébként egy külön videó. És csávó majd elvileg jön, nem is olyan sokára ismét
Budapestre, beszélgettünk fociról is. Igazából amit ő nem értett, mert ugye mondtam neki, hogy állami pénzből építenek, állami adóforintokból építenek stadionokat a csapatoknak. És megkérdezte, hogy ez igazából miért baj, mert hogy ugye az embereknek építik. Hát mondtam, hogy ez nem feltétlenül így van, és akkor felhoztam példaként a Manchester Unitedot, amit szerintem már live-ban is példáloztam, hogy ha a Manchester United szeretne új stadiont építeni, vagy bővíteni az Old Traffordot, azt ők a saját pénzükből teszik. Ami nem kerül adóforintokba, esetleg nem tudom, hogyha vannak a szurkolóknak ilyen tagdíjak, az rendben van, de hát az is fizetik ezeket, ezt a tagdíjat, meg amikor mondjuk megveszel egy meszt, mivel támogatod a csapatot, azért, vagy amikor jegyet veszel egy meccsre, azért támogatod őket, meg azért veszed meg a hivatalos szurkolói ajándékokat, illetőleg a meccsjegyet, meg ilyeneket, hogy azzal ugye tehát a csapatnak legyen pénze, esetleg ilyeneket megfinanszírozni. Csak hát ugye mondtam neki, hogy ez Magyarországon nem így működik, mert mondom, alapvetően a magyar csapatok olyan szempontból szegények, hogy nem lenne pénzük arra, hú, de szép Porsche Cayenne, hogy nem lenne pénzük arra, hogy felépítsenek önerőből stadiont. Ezzel amúgy nem is lenne semmi baj, mert ha belegondoltok, amit mondtam is korábban, hogy gazdasági alapon kéne működni a futballnak, és az kéne, hogy a csapatokba fektessenek magánbefektetők, nem állami pénzek, meg önkormányzatok egészítik ki, hogy a haladásnál van az például Szombathelyen, hogy a önkormányzat szállt be a stadionnak a fenntartásába. Na most ez nem normális dolog egy profi sportágban. Bocsánat, az, hogy a profi sportban vannak azok a sportok, ahol nehéz bevételt termelni. Tehát mondjuk egy vívásnál ott hogyan termelsz bevételt, amikor egy vívó országos bajnokságra, nem akarok hülyeséget mondani, de talán kimennek pár százan, meg ilyenek. Tehát ez egy látványsport, ugye? A látványsportokban meg van pénz. Elvileg ott van a pénz. Tehát akár még egy kézlabdában is, meg ilyesmi. Mondjuk a kézlabda is olyan szempontból más, hogy azért ott is egy csarnok fenntartása az nem feltétlen van azonos szinten a játékosoknak a megvásárlása, tehát azzal a pénzzel, ami befolyik a csapathoz. Tehát ott is azért nehézkesebb, de egy futballnál elvileg, hogyha jó focit játszik egy csapat, és a szurkolók szeretik ezt a csapatot, akkor ez nem kéne, hogy probléma legyen. Tehát először az kéne, hogy a futballunk legyen jó, és ezt így elmondtam neki, hogy először az kéne, hogy olyan futballunk legyen, hogy utána ezek a csapatok meg tudják ezt finanszírozni. És ezt így szépen levezettem neki a saját magam angolságával, és azt hittem hirtelen Marco Rossi közben, csak egy csávó, aki magában beszél és sört iszik. És miután ezt elmondtam, neki mondta, hogy igazából, tehát abban ugye ebben igazam van, beszélgettünk egy kicsit így a Ludogorets meccsről is, és teljesen képbe van, mondta, hogy igen, hogy 3-0-ra kikaptunk, hát mondtam igen, hogy nem örültem ennek a mérkőzésnek, de hát mondta, hogy figyelj, nyáron megtivertetek meg minket oda-vissza. Hát mondom, igen, mondom, akkor visszakaptuk a tartozást, úgyhogy egy nagyon jó fejfaszi, úgyhogy nagyon remélem, hogy majd még jön, illetve hát majd fog jönni, csak még az a kérdés, hogy pontosan mikor. Úgyhogy csak ennyit akartam, hogy látjátok, hogy azért ennek a egész Borkai Zsoltféle botránynak meddig elmegy a híre. Tehát Bulgáriában, hát azért, ha én szerintem, hogyha egy, mondjuk nálunk is volt ugye, hogy melyik, milyen politikus volt, az valami miniszter volt, az osztrák, valami osztrák miniszter, aki ja, de várj, ráadásul őt lemondatták. Tehát ami nálunk meg ugye nem történt meg, hogy Borkai Zsolt visszalépett a Fideszből, kizárták, jóval rendben van, és nagyjából ugye ennyiben le is volt rendezve a dolog. Úgyhogy nagyjából ennyit szerettem volna ebben az egész videóban nektek elmondani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, ez egy ilyen rövid kis utasos sztori volt a tájékozott bolgár utasról. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, sziasztok!